mindenkit nekrotim vagyok -e? jöjjön kod 4 vs kod 4 és kod 4 remastered vs régi kod 4 mi a jó, mi a nem jó, mi a jobb, mit lehetett volna másképp csinálni ebben, abban és a többi kezdve az elején sokan panaszkodnak, illetve panaszkodnak emberkik arra, hogy a time to kill és hogy a fegyverek nagyobbat sebeznek, nem hogy a time to kill rövidebb, hanem a fegyverek sebeznek egy kicsit nagyobbat és ez egyeseknek gondot jelent, másoknak pedig, illetve nem nagyon hallottam azt, hogy másoknak nem jelent gondot. Mindenki panaszkodik arra, hogy uh, ú, túl gyorsan halsz meg, meg hogy mit tudom én, mini alkával kb. kétlövés vagy, meg még hogy G3-mal két lövés vagy egyik pálya végéből a másikba, meg hogy túl gyors a spawn, meg az emberek ilyenekre panaszkodnak. És nem, értem, ért, hogy mi, mi, bajuk van. Aztán rájöttem, hogy az emberek többsége, amikor kod négyzet, és nem pc hanem mondjuk konzolos volt, vagy még PC-n is, rende, olyan szervereken játszott, ahol nem hardcore mód volt, uh, hozzászoktak a Code 4-hez, Code 4 ugye damage ahol a fegyverek nem adták annyira. Tehát nem olyan gyorsan volt idő, nagyon sok idő volt reagálni különböző ö, dolgokra. Tehát, hogyha rádöltek, volt időd megfordulni, lehasolni, visszalőni, anyám kényel, de most ebben a kodnében nincs, nem igazán van. A Jaggernet még esetleg meg tud menteni egy-két dologtól, de még az se annyira. Úgyhogy... És, és ugye azok az emberek, akik hozzá, szok, hozzá voltak szokva a normál módozathoz, hozzá... Le, tehát várják valahol, hogy ez a kodnégy hozza vissza azt a sebzés típus. Na viszont úgy érzékelem, tehát nem tudom, lehet ez egy direkt vagy véletlen dolog, és én, én nagyon szeretném, hogy ezen nem javítanának ezen a sebzés dolgon. Mert most a sebzés olyan a Code 4 mint régen a hardcore szervereken volt a sima Code ben Kármilyen ugyanolyan gyorsan ha az egy tárral le tudsz darálni négy embert, öt embert, attól függ melyik fegyver van nálad, de háromnál kezdődik minimum, és hogyha tök ügyes, akkor tényleg le tudsz darálni három embert minimum, ha mondjuk egy P90 van nálad, amivel van aztán lőszer becsülettel, akkor azzal lehet négy-öt embert simán le lehet darálni, mert a damage erősebb. És tényleg erősebb, mert sok videó született arról, hogy most így, ö, az emberkék uh, beálltak egy sorba, és akkor mennyit sebez egy adott sniper, és régen mennyit sebzett, és hát, uh, ja, gyakorlatilag egy kicsit be van állítva úgy most ez a kod, 4, mint a régi hardcore lenne. Na most emiatt uh, azok a játékosok, akik sima módozatban játszottak, mindig bennük panaszkodnak a spawnra, hogy anyám milyen gyors a spawn, milyen gyors a spawn. Na most, aki szervereken játszott, és hardcore szervereken játszott, uh, Kod az tudja, hogy a spawn 5 másodperc alatt meg tud fordulni. Tehát egyik pillanatban ide lősz, a másik pillanatban már átadva kapok a golyót, és uh, ahhoz képest, hogy most ebben a be egy TDM-ben, egy Domination-ben, egy olyan nyában csak 6v6 van, és régen egy hardcore szerveren sokkal többen voltak, uh, ahhoz képest is gyorsan fordul a spawn, szóval teljesen ilyen hardcore módozatban fordul a spawn, és a játéknak egy kicsit pörgősebb uh, feelinge emiatt, mindazok számára, inkább úgymond mindazok számára, akik normál módozatban játszottak. Szóval itt, 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 itt van az első kiakadás, így a kod négyre, re nézem az emberek számára, hogy hú, hát a sebzés az nem olyan, mint a régen. Hát nem, de több hardcore kellett volna játszani. Csak hát például azok, akik konzolosok voltak, azoknak eléggé szívás volt ez az egész, mert a hardcore módozat nekik ugye nem olyan, feltétlenül olyan volt, mint egy PC-s hardcore módozat. Nos, a következő dolog, amit úgy gondolom, hogy eh, rossz, ahogy Code 4 Remasterben így van, mert a régiben nem így volt, és ez jó lenne, hogyha visszahoznák ezt a kis apróságot, az pedig a gránát jelző, a gránát indikátor. A régi Code 4-ben, hogyha eldobott, eh, felé dobtak egy gránátot, akkor eh, ahogy távolodtál a gránától, úgy halványodott a jelen. Na most itt ebben a Code 4-ben nem halványodik a jelen, hanem így eltűnik és eltűnik, de egyetlen nem halványodik. És az, azért rossz dolog, mert nem tudod, hogy mikor vagy már elég távol a gránától, hogy benyelhetsz sebzést, vagy éppen már nem nyelhetsz be sebzést. Mert sokszor kod az eredetiben, amikor felém dobtam ki gránátot, akkor tudtam, hogyha már viszonylag a, viszonylag um, átlátszó az a jelzés vagy viszonylag halvány, akkor tudtam, hogy a robbanhat, amekkorát robbanhat, benyelhetem azt a damage vagy nem nyelhetem be ezt a damage itt most. Egyedül csak a tapasztalat az, ami megment, hogy nagyjából már olyan távolságra vagyok a gránától, hogy nem fogok bele robbanni, de ugye, hogyha nem így van, hogyha nem látom azt az adott gránátot, hova esett le az ellenfél gránátja, akkor, akkor nem tudom, hogy milyen távolra kell menjek tőle, mert a jelző indikátor nem halványodik, ahogy távolodok. És úgy gondolom, hogy ez egy ilyen nem túl jó dolog, és jó, jó lenne visszahozni az, az eredetit ebből a szempontból. A másik dolog, ami speciális zavar kicsit így a CON4-ben, az a az pedig az, hogy van egy uh, ilyen konstant, uh, egy ilyen fényesség a játékban, nem tudom leírni, egyszerűen ilyen homályossá teszi a képernyőt, ha lejelveszed a fényerőt, akkor se jó, ha fölveszed, akkor se, még rosszabb, vagy akkor se jó, és annak egy ilyen, ilyen fényerő, nem tudom nem tud, mit, csinál, mit csinálják vele gyakorlatilag, mert, uh, és, és ez, ez a fényerő, ami benne van a játékban, hogy fényesebb egy kicsit, mint az eredeti, um, gyakorlatilag elveszi a célzási képességet, mert nem nagyon látod a távoli célpontokat, és az gáz, és hogyha a távoli célpont, akit már eltaláltál, el, elmozog, akkor nem biztos, hogy le tudod követni emiatt a fényesség miatt és ez nem túl jó a játéknak. A régi kód 4-ben ezt tök kiküszöbölték, volt a játékosoknak egy ilyen, a játékos ruhájára be volt állítva egy ilyen fényvisszaverő valami. Tehát láttad a játékosokat, mikor mozogtak, kitűntek a pályából, még akkor is, hogyha olyan pálya volt, ahol az egyenruha be tudott jobban olvadni, még akkor is egy kicsit úgy kitűntek a játékosok. Nos, úgy gondolom, hogy ezek azok a főbb dolgok, ami így kívánni való dolgokat hagynak maguk után, bár az első része a számomra egy olyan tetszesősebb dolog, hogy egy kicsit gyorsabb a time to kill, olyan hardcore feeling van az egésznek, de a gránát, a fényesség, a ruhák, a fényvisszaverő képesség, ami volt az eredeti Code 4-ben, azt szerintem nem lenne egy rossz ötlet visszahozni uh, gyakorlatilag, vagy megcsinálni. Őszintén nem tudom, szerintem annyira nem fognak törődni a játéka, hogy ide-oda de meglátjuk, reménykedjük a legjobban. És hát a következő uh, videóig, sziasztok!